Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket, nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, hogy kaptunk egy meghívást tőletek, és nagyon nagy örömmel és kicsit izgulva vagyunk most itt előttetek, és remélem senkit nem bántok meg azzal, hogyha azt mondom, hogy igazából nem miattatok vagyunk itt, hanem amiatt, hogy Jézus Krisztust együtt dicsérhessük veletek. Igazából Jézus Krisztus miatt vagyunk itt, bár igazából most tényleg nem látok szinte egyikőtöket se, de nagyon örülök, hogy itt vagytok. De még jobban örülök, hogy Jézus Krisztus itt van közöttünk, és fel tudjuk az ő hatalmas nevét ma itt együtt magasztalni. És így kérlek benneteket, hogy legyen nyitott a ti szívetek, hogy ne ránk nézzetek, hanem Jézus Krisztusra, és énekeljük szívből együtt azokat a dalokat, amikkel most készültünk, és nyugodtan lehet tapsolni. Kicsit sajnálom, hogy nem ilyen előbb hallott latin dallamokkal készültünk, mert úgy látom, elég jól megmozgatott benneteket, de bízom benne, hogy a mi általunk most idehozott dalok is meg fognak benneteket mozgatni. Áldott a fenséges, áldott a szabadító, áldott a hűséges, áldott a megváltó. Még nem hallom tőletek, még nem hallom hangosan. Áldott, ki áldott?
áldott a fenséges, áldott a szabadító, szabadító. Áldott a hűséges, áldott a megváltó. Még egy, hangosabban! Áldott a... Halleluja! Áldott a fenséges, áldott a szabadító, szabadító. Áldott a hűséges, áldott a megváltó.
Halleluja, annyira jó, hogy Isten annyira szeret minket, hogy igazából a Földön nem találhatunk nagyobb szeretetet, mint amit ő képes adni a mi számunkra is. Most egy kicsit lassabb dalokhoz megyünk, és szeretném, hogyha tudnánk egy imádó légkörbe lenni az ő jelenlétében. Hallelujah, zengünk hallelujah, hisz ő
Valóban imádat szálljon hozzád, szálljon fel, mint jó illatú füst, ami imádatunk te feléd, Uram, és nyisd meg a mennyet, jöjj a te erőddel, jöjj a te hatalmaddal, és munkálkodj most a szívünkben. Nyíljon meg a menny, nyíljon meg a szívünk ajtaja is egyben, hogy betekintést nyerhessünk a mennyben, nem csak az elménkkel, hanem a szívünkkel is. Uram, a te jelenlétedben csodák és változások történnek. Jöjj most így, és művelj egy csodát és változást a mi életünkben, művelj egy csodát és változást a mi gondolkodásunkban. Örökké méltó, örökké hatalmas király. Halleluja, tisztom, hallelujat, zengjünk hallelujat.
Páratlan,
láthassunk téged, hogy ne borulhassunk a te mennyei trónodnál, és átélhessük a te szeretetedet, a te kegyelmedet, a te erődet, amit nem sajnálsz tőlünk, és belénk helyezel, hogy betöltesz minket szellemmel, igazsággal, és ki tudunk menni a világba, és szolgálni, hirdetni a te igédet. Uram, az, ami vágyunk, hogy lehessünk minden nap a te jelenlétedben, a te országodban. Köszönjük, hogy szeretsz minket. Légy áldott. Amen. Halleluja! Nagyon szépen köszönjük az élő ige ifi csapatnak a dicséretet. Egy nagyon nagy tapsot szeretnék nekik kérni. Ez volt az első közül az egyik, amikor ők itt széles nyilvánosság előtt szolgáltak, és tudjátok, hogy az általunk vezetett kitlájtoknak az egyik nagyon fontos része, a látásunknak az egyik nagyon fontos része, hogy nem már befutott keresztény sztárokat hívünk ide zenélni, meg szolgálni, hogy együtt őket ünnepeljük, hanem olyan fiataloknak szeretnénk lehetőséget adni, akik egy-egy gyülekezetben elkötelezetten szolgálnak és építenek egy munkát, és Gregék ezt a munkát csinálják, úgyhogy most fel fogom olvasni egyenként őket, hogy kiket is láttatok itt a színpadon, és én kérlek titeket, hogy egy nagyon nagy tapsal bátorítsuk őket. Hegedült Zsója Viki. Akusztikus gitárral játszott és énekelt Tóth Glória. Zongorázott Jenei Judit. Énekelt Horváth Janka és Gonda Betty. Basszusgitározott Bereznai Miki. És kit hagytam még ki? Dobolt Géci Beni. És a dicséret vezető és az elektromos gitáron közreműködő fiatalember pedig Kormány Greg volt, akit majd az április 3-ai Kitlájton is hallhattok szolgálni, és van nekik egy technikusuk is, akit pedig Zsolya Máténak hívnak. Közben látjátok, itt berendeződött mögöttem a színpad, és átadom Áginak a szót.